Köszönöm szépen a bemutatást. Most kezdtem el izgulni, de remélem rászolgálok a kedves szavakra. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki velünk tart ezen az estén. Nekem nagyon furcsa így beszélni, hogy nem látok arcokat és nem kapok reakciókat, de próbálom majd úgy alakítani a dolgokat, hogy, hogy ne legyen unalmas amit mutatok. Amit uh, tudni kell az iskolámról, hogy ez egy picike kis iskola, 170 pár gyerek jár ide, minden év folyamon egy osztály van, és én egy kicsit kakuktojás vagyok az iskolában a tanárok, tanítók közül, mert uh, hát rajtam kívül nem sokan érdeklődnek sem az informatikai eszközök használata iránt, sem a, a robotika, vagy hát legalábbis a padló, a padló robotok használata iránt, de mivel nekem ez nagyon megtetszett két, lassan három évvel ezelőtt, ezért úgy gondoltam, hogy ez nem akadály, hogy más nem érdekel, belevágok egyedül. És azt határoztam el, hogy nem különálló órákon fogok foglalkozni ezekkel a dolgokkal, hanem beépítem a tanítási folyamatban, Azért, hogy, hogy a gyerekek se egy külön uh, csodának tekintsenek mondjuk a padlórobotokra, vagy a, a programozásnak a használatára, hanem értsék azt, hogy különböző um, hasznos információkat is szerezhetnek ezeknek az alkalmazásával. Ebből szeretnék nektek mutatni ötleteket, és azért nem powerpoint készítettem, mert egyúttal azt is szeretném megmutatni, hogyha valakinek rendelkezésére áll a tantermében egy projektor, egy üres, üres falfelület, meg egy laptop vagy számítógép, akkor hogyan tudja interaktívvá tenni ezeket a feladatokat. Úgyhogy következik is az első, Oldal, amihez ugyan még nem kell projektor, de kell néhány láthatósági mellény. Az ötletet a digitális konferencián láttam tavaly Szabó Jánostól, akit sajnos azóta nem találok az interneten, pedig nagyon-nagyon jó alkalmazást is készített robotprogramozáshoz, és őtőle láttam ezt az ötletet, hogy egy láthatósági mellény hátuljára festette föl a bíbot hátán lévő parancsokat, és az egyik tanítványát ezeknek a parancsoknak, illetve a parancsoknak megfelelő testterület érintésével irányította. Nagyon-nagyon jó játék, négy különböző fokozatban lehet játszani a gyerekekkel. A legkönnyebb az az, amikor a gyerek, az irányító, az mondja is, és meg is érinti a robot gyereket, és a, a robot minden egyes parancs után végre is hajtja a parancsot. Ennek egy kicsit nehezebb változata, amikor csak érinti a, a robot programozó a robotot, és a, a robot pedig ugyanígy minden érintés után végrehajtja a parancsot. Ennél nehezebb változat, amikor uh, folyamatosan uh, ad, négy-öt, ennél többet nem szabad, négy-öt parancsot a programozó, és a robot csak a négy-öt parancs után hajtja végre folyamatában a parancsort. Ilyenkor nagyon ajánlott, hogy mondja is az irányító a parancsokat, mert hihetetlenek tűnik, de még felnőttek is belezavarodnak ötnél több parancs végrehajtásában. Nem, nem tudják megjegyezni, nagyon érdekes dolog. És a legnehezebb, amikor nem beszél az irányító sem, és nem beszél a robot sem, egy négy-öt parancsból álló programsort programoz az irányító, és a robotnak csak a parancsor végén a go érintésre szabad elindulni. Lehet ez különböző feladatokat is adni, letenni plüssfigurákat, nálam azokat nagyon szerették a gyerekek, letenni plüssfigurákat a földre, és a, a programozónak el kell juttatni a robotot a kiszemelt plüsfiguráig, úgy, hogy mondjuk a mellette lévő másik robottal ne ütközzenek. Ez egy jó kooperatív játék is, Ö, nagyon sokat szeretnek játszani vele a gyerekek, elég ritkán unják meg, vagy tiltakoznak, hogyha ez előkerül. A hogyha valakinek még nincs robotja, de tervezi, hogy megveszi, és szeretne előzetesen megismerkedni a robottal, illetve megismertetni a gyerekeket ezzel a robottal, ez egy nagyon klassz videót készített kis András, aki úgy tudom előadó lesz ugyancsak így a Kodvik webináriumoknál. Ezen a linken találjátok a kis videóját. Egy kedves gyermekhangon Ismerkedhetnek meg a gyerekek is és a felnőttek is, a Bibot hátán lévő parancsokkal, illetve a gombokkal, illetve az azoknak megfelelő parancsokkal. Ez egy ö, klassz kis bevezető lehet, hogyha várakoztok a robotokra. No, és akkor mutatok konkrét példákat. Ez egy általános feladat, első osztályban használtam a gyerekekkel, most ugye betűtanítási időszak van például elsősöknél, és ez a feladat nekem akkor az ó hang keresésére szolgált. Azokat a képeket kerestük meg a táblán, amikben ó hang szerepel. Itt még a gyerekek nálam nem láttak robotot, nem is tudták, hogy van ilyen, csak egyszerűen ö, megbeszéltük, hogy ha ez a kupak méhecske lépeget ezen a táblán, a méhecske ötletét aknaidórától vettem, az ő ö, könyvében is, és az ő egyik bemutatóján is láttam, úgyhogy ezt nagyon hasznosnak találtam bevezetni az osztályomban is. Ö, megmutatom ezen a táblán, illetve megtanuljuk, hogy ha ez a kupak méhecske egy fölfelé mutató nyilat lát, akkor az azt jelenti, hogy előre lép. Hogyha egy jobbra mutató nyilat lát, akkor azt jelenti, hogy elfordul jobbra. Hogyha egy balra mutató nyilat lát, akkor azt jelenti, hogy elfordul balra. Ha pedig egy lefelé mutató nyilat lát, az azt jelenti, hogy hátrelép. Nagyon fontos megértetni a gyerekekkel, hogy ez nem a lapon, föl lapon le, és lapon-balra és lapon jobbra lépést jelenti, hanem minden esetben a méhecskét irányítjuk, illetve ezt a zümit, vagy kupak méhecskét, és az ő fejecskéjét figyeljük az, irányoknak, az irányok betájolásába. Tehát, hogyha a méhecske így áll, akkor a fölfelé mutató nyíl nem azt jelenti, hogy fölfelé megyünk a lapon, hanem azt jelenti, hogy előre megyünk. És hogyha itt most jobbra mutat, akkor a méhecskének megfelelő irány lesz a jobb irány. Hogyha itt most hátra akarok menni, akkor ez lesz a hátra. Ezt elég sokat kell gyakorolni, és pont ezért érdemes esetleg kivetíteni a gyerekeknek, ahogy most tőlem látjátok, egy ilyen feladatlapot, amíg ő előttük ott van a kis feladatlap és ezen tudnak lépkedni a méhecskékkel, viszont a mi segítségünket pedig látják a falon, vagy a projekt, vagy az interaktív táblán esetleg, vagy egy vetítővászon, ahogy, ez, ahogy ennek a kis kupak méhecskének mozogni kell. Itt megtudják vagy meglátják segítségnek, a, vagy láthatják segítségnek a, az irányokat, illetve a, a lépéseknek a, az utasításait nyilakkal. Ehhez már feladatot is adtam, konkrét feladatot is nekik. Például volt egy kócsor, hogy lépj előre, fordulj jobbra, és lépj előre. Hova érkezett a zümi? Ő az oroszlánhoz érkezett. Most van benne ó hang, tehát tökéletes. Vissza visszük zümit a kaptárba, mert az utasításunk az volt, hogy zümi mindig a kaptárból indul, hogyha balra fordul, Előre lép, jobbra fordul, és kettőt lép előre, akkor a kígyóhoz érkezik. Ugye ebben is van óhang, de más útvonalon is uh, érkezhet esetleg oda a kígyóhoz. Hogyha pedig uh, hogyha pedig uh, tovább szeretnénk fejleszteni ezt a feladatot, és mondjuk nem a uh, gyerekek mondják a kócsorokat, hanem még nem mondják, hanem leíratjuk velük ezeket a kócsorokat, akkor például az egyik kócsor lehet, keresünk még ó hangot tartalmazó szavakat, hogy balra fordulzom és kettőt lép előre, így pedig az orszárvúhoz jut. Ez pedig a, ezt a kócsort a gyerekekkel leíratjuk, akár a lapra, akár a füzetükbe, akár csak a táblára, és már is kódoltunk egyet, illetve az előző feladathoz képest egyet tovább léptünk. Amit jó tanácsként ide írtam, hogy a rácsozás 3x3 cm-es legyen, vagyis ez ennek a táblának a rácsozása, az azért fontos, mert egy normál üdítős üveg kupakja pontosan belefér. És akkor a gyerekek a valóságban, nem csak így virtuálisan, ahogy én most mutatom nektek, a valóságban tudják fogni, megfogni a kis kupakot, ők tudják forgatni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a gyerekek sokszor a testükkel is utána fordulnak a kupak mozgásának, mert úgy biztonságosabb nekik és nagyon jól el lehet velük vele játszani, és több ilyen feladaton keresztül meg fogják érteni, hogy ezek az irányok mindig a méhecskéhez viszonyított irányok lesznek, amiket ők akár a kódolásnál, akár a dekódolásnál használni fognak, illetve látni fognak. Um, amit még el szeretnék mondani, hogy én Ezeket a feladatokat már első osztályban elkezdtem, körülbelül a második héten a gyerekekkel, akkor még nem is tudtam, hogy egyáltalán lesz lehetőségünk Bibottal dolgozni, és legelőször csak decemberben jutottunk Bibothoz két hétre a Robocsámborgás akció belül, és addig mi ilyen feladatokon keresztül ismerkedtünk ezekkel az alapparancsokkal, és a gyerekek nagyon-nagyon szerették. Egy másik olyan feladatot uh, mutatok most nektek, ami akár tantárgyhoz uh, is köthető, de anélkül is megállja a helyét. Itt már azért kell tudni olvasni a gyerekeknek, illetve fel kell ismerni nyilván az állatokat. Uh, az első, legegyszerűbb feladat, a gyerek kiválaszt egy állatfigurát itt a képről, és küld, oda küldi a, a zümét, például mondjuk a bagolyhoz, egyet lép előre. Nem muszáj leírni a parancsot, csak egyszerűen azt mondja, hogy lépj egyet előre. Megnézzük, hogy hogyan mozog ez az állat. hát a bagoly az leginkább repül, úgyhogy irányíts most oda a repül szóhoz a zümikédet. Hát lépj egyet előre fordulj jobbra, lépj egyet előre, lépj egyet előre, és lépj egyet előre, és meg is érkeztünk a repül szóhoz. Nézzük meg, van-e más lehetőség a bagoly mozgását megmutatni. Hát szerintem még totyoghat is a bagoly, úgyhogy küldjük oda az ümit, lépj egyet hátra, fordulj balra, és lépj egyet hátra, Lépj egyet hátra. Ugye más lehetőség is lett volna a repültől eljutni. A, a, opá, más lehetőség is lett volna a repültől eljutni a bagolyig, persze, hogyha mondjuk jobbra fordul, előre lép egyet, kettőt, megint jobbra fordul, és megint előrelép egyet. Ez is egy lehetőség. Ez pont egy olyan feladat, ahol a gyerekeknek meg lehet mutatni, hogy egy problémának több megoldási lehetősége van, és mindegyik jó. Van olyan kisgyerek, aki elképzelhető, hogy innen a bagolytól, mondjuk a repül szóig, rettentő nagy kerülővel fog eljutni, mert ő neki azt tetszik. Az is jó megoldás. Ahhoz viszont, hogy ezeket a végtelen számú megoldásokat le tudjuk kicsit korlátozni, ahhoz érdemes feltételeket szabni a parancs, vagy hát az utasításokban. Például azt megmondani, hogy a lehető legkevesebb lépéssel juss el oda. Vagy csak olyan mezőre léphetsz, ahol nincs szó, vagy nincs állat, vagy kikötni, hogy mondjuk nem használhatod a hátra lépés parancsot, és akkor már is szűkülnek a megoldási lehetőségek. Ehhez a feladathoz yeah. Lehet egy könnyebb, vagy egy változatot kitalálni. Például válassz egy mozgást a szavak közül, mondjuk legyen ez a nyargal. És nézd meg, hogy ezek közül az állatok közül melyikre illik ez a mozgásforma, hogy nyargal. Hát egyértelműen a ló lesz az. És itt most csak egy lehetőségünk van, például lépj hátra, fordulj jobbra és lépj előre, lépj előre, lépj előre, így aló. De ha mondjuk azt a szót választotta volna a kisgyerek, hogy repül, akkor nyilván itt egy csomó állatra igaz lehet a méhecskére, a libára, akár, hát hogyha ez sáska lenne, akkor arra is, a kacsára, a bagolyra, a pillangóra, a légyre, és ha folytatjuk a feladatot, akkor akár egy-egy gyerek egy-egy állatot választ, és ahhoz küldi oda szép sorba a kupak méhecskét fordul jobbra, lépj előre, lépj előre, mondjuk fordul jobbra, lépj előre, lépj előre, megérkeztünk a légyhez, és így tovább mehet a pillangóhoz, mehet a méhecskéhez, és a többi repüléssel közlekedő állathoz is. Nagyon sok lehetőség rejlik megint ebben a feladatban is, nagyon sok variáció, nagyon sok megoldás, és az nagyon jó, hogyha megtanulják a gyerekek, hogy egy problémának akár, nagyon sok helyes megoldása is lehet, és nem kell leragadni egyetlen egynél és hogyha Jancsika az egyiket mondja, attól még a Katikának a másikkal is igaza lehet. A harmadik lehetséges felhasználása ennek a táblának például, hogy indulja kacsától, és Zümi lefelé néz, tehát itt már konkrétan sokkal határozottabban megadjuk a kezdési formát, és használd a szünet parancsot ahhoz, hogy írj kócsort a kacsa mozgásához. Hoppá, nem is lefelé néz, hanem felfelé. Na, kiavítottam. Ír kócsort a kacsa mozgásához. Hát itt már használni kell majd a nyilakat. Például egy lehetséges megoldás, hogyha azt mondom, hogy fordul jobbra, lépj előre, ugye hármat, ide leírtam alulra, szünet. A szünet az azért kell, hogy megállítjuk majd rajta a robotot. Fordulj balra, lépj egyet előre, ugye úszik is a kacsa, és Utána a totyog, lépj hátra, lépj hátra, lépj hátra, fordulj balra, és lépj előre. Természetesen ennek a feladatnak is több megoldása van, mert nem kell ebben a sorrendben a mozgásformákra lépni, lehet máshogy is, nem muszáj hátra mozdulnia, de ha kikötjük, hogy a lehető legkevesebb parancsot használd a kocsor, megírásához, akkor például ez lehet egy lehetséges megoldás. No, haladjunk tovább. Az első két példa az ilyen általános példa volt, most viszont konkrétan matematika órán használható feladatot szeretnék bemutatni nektek. Itt tulajdonképpen kétszeres kódolás történik, mert kincset fogunk gyűjteni A az segítségével, méghozzá ezeknek a kincseknek különböző értéke van. És az első feladatban egy dekódolás folyik, mert hogy én írtam egy kócsort, most már betűkkel, lehet nyilván nyilakkal is, nem muszáj betűket használni, ha még nem ismerik ezeket a betűket. Írtam egy kócsort, amit le kell programozni a kis kupak méhecskével. És ahogy a, a méhecske halad, úgy kell számolni a gyerekeknek az összegyűjtött kincsek értékét. Vagyis, hogyha itt hármat lép előre, akkor már is begyűjtött egy ötös kincset. Ezt meg kell jegyezni. Elfordul balra, lép hármat előre, itt már is talált egy egyes értékű kincset, akkor már van hat. Fordul jobbra, lép kettőt előre, már megint gyűjtött egy kincset, ez a hetedik, fordul balra, és odaért a kincses ládához, vagyis a kincses ládában most hét uh, aranyértékű arany értékű kincset gyűjtött. A gyerekeknél nálam az volt a feladat, hogy amikor ezt a kocsot lelépték, akkor aki programozott, annak le kellett diktálni a többieknek, hogy öt, meg egy, meg egy. Utána egyenlőségi tenni, és ki kellett számolniuk ezeknek a kincseknek az értékét. Ezzel csoportban dolgoztak, és óra végig a csoportból mindenki sorra került, akkor azt hiszem olyan 10-11 gyerek volt egy csoportban, már csak két robotunk volt. Szóval ennek a feladatnak lehet még ez a folytatása, több kócsort megírunk, többször uh, is több tagú összeadást kell megoldani a gyerekeknek, is. látszólag mindig csak egy dolgozik, aki programoz, meg aki számol, vagy diktál, de ez egyáltalán nem igaz, mert hogyha kipróbáljátok a feladatot, akkor észre fogjátok venni, hogy van amelyik gyerek azt fogja nézni, hogy a kócsornak megfelelően lépett-e a kiprogramoz, akkor van, amelyik már rögtön fejbe tudja számolni, hogy 5, 6, 7, és így tovább. Van, amelyik pedig csak azt fogja uh, számolni, vagy azt fogja nyilván tartani, hogy 5, meg 1, meg 1, és így érkeztünk a célhoz. Tehát elég jól uh, alkalmazható differenciálásra is ez a feladat, és nem is direkt differenciálunk, tehát nem mi adjuk meg a differenciálásnak a kritériumad ma itt, hanem egyszerűen a gyerekek önmaguk fejlettségéhez képest fognak uh, elkülönülni, és mindegyik mást fog a feladatból hasznosítani. No! A következő feladat megint matematika óra, hát lehet rajzórához, technika órához is kapcsolni. Ennek a munkának a részletes leírását, óratervét, majd a DPMK honlapjáról le fogjátok tudni tölteni, mert egy pályázaton ez egy nyertes munka lett. Tehát ott egy teljesen részletes óra leírás, eszközterv is minden megtalálható hozzá. A feladat alapja az az volt, hogy hogyan ismertessük meg, gyakoroltassam a logikai készletenek az elemeit, a színeket, formákat és a méreteket a gyerekekkel, és ehhez találtam ki. Először különböző formákat készítettünk, kiraktuk az asztalra, és elneveztük ezeket a formákat, illetve én mutattam a gyerekeknek, és ezeket kellett nekik lemásolni. Utána Kitalálta a mehez kódos feladatokat. Például az volt az első, hogy zömi innen középről indul, és légy szíves, keresd meg azt az ábrát, amelyikben a legtöbb kör van. Ez az első ábra, ezt elneveztük virágnak. Ö, ír neki kód sort. Hát nagyon egyszerű, egy hátra lép, egy, még egyet hátra, tehát kettőt hátra kell lépni. Nézzük, mi a következő. Innen folyamatosan kellene haladni, tehát nem térünk vissza a kezdőponthoz, és az a feladat, hogy keresd meg azt az ábrát, amelyikben a legtöbb négyzet van, előre nem léphetsz. Húha, hát ez elég nehéz feladat, hogyha előre nem lehet lépni, akkor meg kell fordulnunk, mert a legtöbb négyzetet tartalmazó ábra, az itt fönt van ez a vár. Tehát el kell fordulni balra, balra, vagy lehet jobbra és jobbra is, vagy és utána egy, kettő, három, négy lépés hátra, most el kell fordulni jobbra, és két lépéssel hátra lépni. Ezt a gyerekek nálam megint ilyen picike lapon csinálták a füzetükbe, még nem terítettem ki a pályát, nem raktam fel a pályálemeket, hanem ezzel játszottunk így egy ö, darabig. Utána a gyerekek az asztalok köré ültek, és ilyen átlátszó fóliából készített nagy pályát terítettem ki, itt látjátok, és kaptak ilyen kis kódlapokat, olvasni még nem tudtunk minden betűt, például a gyöbetűt sem, ezért ott voltak az ábrák is a lapokon. Az húzniuk kellett egy kártyát, például ezen három kör és három négyzet felirat található. Ez pedig, már is mutatom nektek, a három kör, három négyzet. hoha, nem is találom. Hol van a három kör, három négyzet? Itt van, a hóember. No, szóval az volt a feladat, hogy tetszőleges helyről, ahol éppen a robot áll, onnan oda kell irányítani a hóemberhez a, a padlórobotot. Tehát itt már a gyerekek önmaguk tervezték meg a kocsort, meg is adták a parancsokat a padlórobotnak, és így juttatták el a megfelelő ábrához. Következett a mellette ülő gyerek, húzott egy kártyát, azon is meg adva az elemek, illetve a formák, meg a mennyiségek, és meg kellett keresnie, és oda irányítani a robotot. Úgy készítettem el ezeket a formákat, hogy ne legyen egyezés véletlenül se. Tehát nincsen még egy olyan, ahol három négyzet és két háromszög van, vagy négy háromszög és három négyzet, mind különböző. Tehát így nem volt vita azon, hogy éppen hova kell küldeni a robotot. A következő óra még mindig matematika óra, és megint kincset keresünk, csak kicsit másként. Ezt már nagyobbaknak is ajánlom, akár Harmadik, negyedik osztályosoknak az írásbeli összegzés gyakorlására. Mi ezt nem csináltuk meg kis térképen, hanem rögtön nagy kincskereső térképen dolgoztak a gyerekek, és mindegyik pályaképet kinyomtattam, lelamináltam, és mindegyik hátuljára írtam egy értéket. Itt fogjátok látni. Mindegyik hátuljára írtam egy értéket. A gyerekek fejben nem árulták el a többieknek, hogy mit választanak, tehát kiválasztottak három vagy kettő kincset maguknak, és oda kellett küldeniük a robotot ezekhez a kincsekhez, mégpedig úgy, hogy a kiválasztott kincsem meg kellett állítani a robotot. Tehát mondjuk itt a tükröt választotta meg a gyűrűt, akkor előre küldte a robotot, egy lépéssel, utána jobbra fordult, egy lépés szünet, egy lépés előre, balra, fordul előre, és ott megállította a robotot. Miután ezt megcsinálta, fölvette ezeket a kártyákat, amiket választott. Ilyenkor a kártyákat nem kell berakni a fólia alá, mert különben az egész pálya borul. Tehát fölvette a gyerek a kártyákat, megfordította, és megnézte a hátoldalán lévő számokat. Mondjuk talált az egyiken 24-et, a másikon 36-ot, és ezt a két számot lediktálta a társainak összeadásként. Tehát 24 meg 36 egyenlő. Aki programozott, az megkiszámolta az eredményt, természetesen a többiek is, de ők nem szólalhattak meg csak a programozó. Ha a programozó jó eredményt mondott, akkor a többiek elfogadták, és jött a következő kisgyerek. Hogyha rossz eredményt mondott, akkor addig kellett próbálkozni a, szám a számolással, amíg uh, ki nem jött a jó összeg. Hát uh, a többiek nagyon nem örültek neki, amikor uh, sokat bajlódott a számolással a programozó, mert sokkal később kerültek ők sorra. Itt lehet, a hogy a kislánynak az ölében van a füzet, hát nem volt szempont, hogy szépen írjanak, itt most az volt a szempont, hogy egy jót játszanak, és közben gyakoroljuk a matematika összeadást. Szerették ezt a feladatot a gyerekek. No, átérek egy kicsit az olvasásra. Ez egy elsőben használt feladat volt, találós kérdéseket raktam össze, kicsit olyan stílusban, mint ahogy a nálam van Nálam van a játék, biztos ismeritek. Különböző csoportokban nagyon-nagyon sokat lehet ilyen játékot találni. Ez egy láncjáték, tulajdonképpen, amihez találós kérdések kapcsolódnak ezek, ezekhez a képekhez, vagy ezeket a képeket kell kitalálni. A start az, ez az első mondat, első találós kérdés. Ezeket a feladatokat. Feladat, na, feladatokat csíkokra vágtam, összekevertem, és a gyerekek húztak egyet ebből a kupacból, ahol most itt 14 tanáros kérdés található. Volt egy gyerek, akinél volt ez a pálya térkép, de csak ő nála. És a nagy pályára pedig csak ezeket a képeket, tehát süni, asztalfazék, nap, stb., ezeket tettem le. A nagy pályán ezek a picike képek nem látszottak. No, akinél a start jelű uh, mondat volt, ő elolvasta, hogy foga van, mégsem eszik vele. Fogta a kis robotot, ide, ups, ide betette, és uh, no, egy másodperc, hát ha sikerül, nem sikerül, úgyhogy nem mutatom meg, ide betette a robotot a pályára, és elindította a robotot a pályán, lépett hármat előre, mert ez a foga van, de mégsem eszik vele, ez a fésű, tehát ennek a megfejtése a fésű. Na most, akinél a térkép volt, kicsibe kinyomtatva, az azt mondta, hogy most következik a könyv. Akinél a könyv piktogram volt a mondata végén, a találós kérdése végén, az olvasta föl a saját találós kérdését, ütnek, vernek, mégsem fáj. Ennek a megfejtése a dob ő erről a fésűről oda irányította a dobra a robotot. A dob alatt a térképfelerősnél látható a repülő. Szólt, hogy most a repülő következik. Vajon ki lehet a repülő, vagy mi volt a repülő mondata? Száz szeme van, mégsem lát. Nagyon jó. Ennek a megfejtéssel látsz. És így tovább, addig folyt a játék, amíg minden találós kérdésnek meg nem találták a megfejtését a gyerekek. Itt még szótagolva vannak az utasítások is, illetve a találós kérdések is, hiszen ez első év végén játszott játék volt. No, megyünk kicsit fölsőbb évfolyamra, ez konkrétan egy holnapi órámra készült, tehát annyira friss, hogy még lesen játszottam a gyerekekkel, nagyon remélem, hogy sikere lesz. A Farkas Tanya című mesét olvassuk most éppen, és mi már ott tartunk, hogy tudjuk azt, hogy ha a betűk után teszünk számot, akkor az azt jelenti, hogy előre lép, és kettőször, ez pedig a szünetjel. Tehát én írtam egy kócsort a Farkas Tanya című mesében a szereplők megjelenéséhez, és tettem bele egy hibát. És a gyerekeknek az lesz a feladat, hogy eznek a kócsornak megfelelően végig kell lépegetni a saját kis kupakjukkal a pályán, és hogyha végig ellenőrizték, megnézték, hogy odaérkezett az első szereplőhöz ez a tojás, ez jó, a balra fordul, előre lép kettőt, jobbra fordul, és előre lép egyet, ez a ruca lesz, ez is jó, és így tovább le kell majd ellenőrizniük, ide írtam segítségnek a sorrendet, hogyha találnak benne hibát, akkor viszont ki kell javítani. Hát nem árulom el nektek se, hogy hol a hiba, játszatok fejben le, meg fogjátok kapni ezt az egész anyagot pdf-ben. Tehát ez lesz a feladatuk az első. A második feladat pedig a történetben van még egy sorrendezős rész, amikor is a farkas megérkezik a házba és találkozik a, a házatbitorló meseszereplőkkel, és ennek a sorrendnek megfelelően kell kócsort írniuk. Hát jön a farkas a házba, utána el kell mennie a kandallóhoz, ahol a ruca és a kakas alusznak utána menni kell a tojáshoz, például mehet így is, és ennek megfelelően kell a kócsort megírniuk, vagy betűkkel, vagy nyilakkal, ahogy nekik tetszik. Hát kíváncsi vagyok, hogy holnap hogy boldogulunk ezzel a feladattal, de remélem, hogy klasszul. Ennek a mesének az lesz a befejezése a robotikában, hogy nagy pályára fölépítem nekik ezt a pályát, ahol ezek a vastag vonalak akadályokat jelentenek, tehát kerítést, ahol nem tudnak átjutni a mese szereplők, és egy-egy útvonal megtételén én ezt figyelembe kell venni, tehát itt nem törhetnek át, mondjuk, ha, ö, mert ez egy kerítés. Én ezt építő kockákból szoktam megépíteni nekik, de bármi jó, akármilyen kis akadály, amit ide teszünk a szélére a, négyzetrácsnak. Akár a nagy akár a kis No, volt még egy találós kérdéses óránk, illetve több is volt, de így uh, robotozni uh, ezt használtuk még föl. Uh, olvasókönyveinkben, olvasókönyvünkben voltak tanáros kérdések, a képeket kinyomtattam nekik nagyba, itt csak a maguk a tanáros kérdések voltak, és ezt a robotot annak megfelelően kellett irányítani. Viszont ide beraktam akadályokat is, de ezek a grincsek ugye tudva levőleg elrabolják a karácsonyi ajándékokat, tehát azok voltak azok a pályák, amikre nem volt szabad rálépni, ezzel is nehezítve a feladatot. Itt is mindig egy gyerek olvasott, kiválasztott magának egy találós kérdést, megfejtették, és a könyvben beírták a megoldását. Na, no, következő, egy elsős írás óra, de ezt bármelyik órán be lehet vetni, akár egy fejlesztő foglalkozáson, akár differenciálásnál, mert elég összetett folyamat. A feladat az volt, hogy a gyereknek ki kellett találni egy szót, amiben pontosan ezek a betűk szerepelnek, illetve nem mind, csak ezek közül a betűk közül uh, szerepelnek a szó betűi, és a robotot oda kellett irányítani a betűkre, méghozzá úgy, hogy a kezdőbetűről indul, például legyen az, hogy Pék, kezdőbetűről indul és utána elirányítja az E betűre, ott szünet parancsal megállítja, majd eljut a K betűhöz, ami a végállomás lesz. Ezt a szót utána ki kellett mondják a többiek hangosan, majd le kellett írni a füzetükbe. Na most, ha belegondoltak, akkor ez azért ö, elég nehéz feladat, mert ugye a gyerek kigondolja fejben a szót, a szét kell szednie betűre, meg tervezni magát az útvonalat, utána össze kell rakni ismét a szót, majd ezt még le is kell írni. Ennyi szó született nálam az órán, amit leírtak a gyerekek, ez egy olyan 35 perces időtartam alatt, elsősök, Nél nem tűnik soknak, de ha az összetettségét nézzük, azt gondolom, hogy elég szép munka, és ami még nagyon Hatékony volt az órán, hogy én mondtam nekik, hogy nem szeretnék óra végén füzetet javítani, tehát egymás füzetét is ellenőrizni kellett a feladat során. Ehhez még több órát kapcsoltunk a betűtanítási időszakban. Ennek a tematikus tervét, illetve az óra terveit ugyancsak a DPMK oldaláról tudjátok majd letölteni, mert ez a munkám is nyertes munka lett a pályázatnál. No, nagyon egyszerűen megvalósítható pályákat szeretnék még bemutatni nektek így a tantárgyak után. Például a környezetismerethez uh, egy állatkertes pálya, ehhez semmi más nem kell, csak egy nagyobb ilyen uh, műanyagpálya, de ugyanúgy az átlátszó fólia is tökéletes, amiket az előbb mutattam. És uh, a robotok, kidobásra váró, vagy nem kidobásra váró plüssjátékok, illetve én készítettem olyan pályaképeket még, amik egy állatkertben megtalálhatók. Bejárat, pénztár, zócsemegét hol lehet venni, általában van fagyizó, ajándékbolt, étterem, mosdó, és egyéb ilyen mindenhol megtalálható a helyiségek. És ezeket, ezekkel népesítettem be a pályát. És a gyerekeknek igazából semmi más dolguk nem volt, nem adtam külön feladatot az volt a dolguk, hogy választanak állatot, választanak egy tevékenységet, akár szeretnének enni egy fagyit, és irányítsák oda a robotot. Persze közben megbeszéltük, hogy hol megyünk be az állatkertben, miért van a pénztár, miért zócsamegét veszünk az állatoknak, miért nincs mondjuk a nyuszi, a ketrece az oroszlán mellett, és ilyen hasonló dolgokat, amivel tényleg a környezetismeretet tudtuk gyakorolni, illetve az állatok tulajdonságai is szóba kerültek. Ezt nagyon-nagyon sokszor használjuk ezt a pályát, ők egyedül is nagyon szeretnek vele játszani, pillanatok alatt fölrakható, és, és, egy szabad játéknak is délutáni napköziben is teljesen jól használható. No, következő egy a tavalyi kódvikre készült projektünk, ahol matematika órán a testekről, stigidomokról tanultunk, gyerekek készítettek egyedül testhálókból testeket, utána ezt összeragasztották, több gyerek összeállt egy csapatba, kiszínezték, benépesítettek egy pályát, ez ilyen hullámkarton, amire megrajzolták a zebrát, rajzoltak tavat, játszóteret, és fölépítették a kis papír épületeiket, hoztak otthonról különböző kis figurákat, és az út szélességét is nekik kellett kimérni, tudták, hogy 15 centit tud lépni a robot, tehát igyekeztek úgy megcsinálni az útkereszteződéseket, hogy pontosan egy teljes lépéssel tudjon kanyarodni a padlórobot. Ez nem is tudom, egy 6-7 órán keresztül ezzel foglalatoskodtunk, és nagyon-nagyon élvezték a gyerekek, akár bevethető az idei kódviken egy másik iskolában is. No, még matematika órára egy nagyon-nagyon egyszerű kis pálya, ahol halászni kell úgy, hogy se a gyilkos bánák, se a jeges medve ne kapja el az eszkimót, aki halászni indul. Az eszkimó innen indul halászni, és itt valahol volt egy iglu is, ahova haza szeretné vinni a halakat. Na most, hogy mennyi halat, vagy, vagy hogy jut el a halakhoz, meg mennyi halat visz haza, az nem a véletlennek volt köszönhető, illetve csak egy egész kicsit, mert feladatkártyákat adtam a gyerekeknek, ahol matakos feladatok voltak, például ilyen, hogy három, meg mennyi az a nyolc. És ugye az öt a jó megoldás, ők öt parancsot adhattak a züminek, és ezzel a parancsorral kellett úgy gazdálkodni, meg úgy kitalálni, hogy össze tudjanak szedni egy-egy halat, viszont ne ütközzenek bele az akadályokba, se a bánába, se a jegesmedvébe. És a feladat vége az az volt, hogy be kellett érniük az igluba a megszerzett halakkal. Ha valaki véletlenül a tiltott mezőkre irányította az ümit, akkor bizony neki vissza kellett adni a halakat. Itt úgy játszottuk, hogy a halak ben voltak a pálya alatt, és átváltoztak gyöngyé azok, amiket kifogtak, tehát ezekre a mezőkre már fölösleges volt lépni, mert ott nincsen hal. Leírtam itt a játék menetét, és szépen bárki le tudja innen másolni ami még nagyon-nagyon egyszerűen megvalósítható feladat, hogy nyomtatok ki a gyerekeknek nyilakat. A nyilaknak lehet jelentést is adni a színeknek pontosabban, tehát mondjuk meg lehet beszélni, hogy piros legyen a lépjelőre, a sárga, a hátra, és így tovább, de ha nem, nincsenek külön jelentések adva a nyilaknak, akkor bárhogyan elhelyezhetőek, egyszerűen csak a, az állásuk az, ami számít. És az egyik gyerek itt tesz egy kócsort a társának, a másik pedig ezt leprogramozza, akár úgy is, hogy nincsen egyetlen egy más kép sem a pályán, csak a, maga az ümi jár, Akár úgy, hogy teszünk különböző képeket, hozzáteszünk még feladatot ehhez a kódolásos feladathoz. No, amit még szeretnék megmutatni, ezek online játszható játékok, emulátorok. Megpróbálom megosztani ezeket is veletek. Remélem, hogy sikerül. Nem tudom, hogy látjátok-e. Ha nem... Oha. Egy másodperc. Jó. Tehát ezek ilyen online játszható feladatok. Egy pillanat. Na, remélem, most már látjátok. Ez a BIBOT emulátor, ez ugyanazt csinálja, mint a, a valóságos robot. Lehet különböző pályákat választani például itt egyszerű kis képek vannak, és az lehet a feladat, hogy innen irányítsd a repülőre. És itt alul látható a parancsor, amit uh, beprogramoztunk, és még hangja is van ennek a odállapos, hogy még csipog is. Aztán van egy következő, ez a, a uh, bíbot pályakészítő program, de ehhez van egy gyakorló pálya is, ha visszamentek majd az eredeti linkhez, ott van egy gyakorló pálya. Ez például már nagyobbaknak tervezéshez nagyon klassz. Be kell helyezni a három virágot a pályára, a kaptárt és a robotot is. És az a feladat, hogy ehhez meg kell tervezni a saját programsort, ráadásul be kell férni 20 parancsba. Hogyha nem fér be 20 parancsba a programsor, akkor bizony nem engedi ezt a pályát elmenteni. Itt le lehet tesztelni, és a gyerekek egy csomó mindent tudnak belőle tanulni. Például azt, hogy nem szabad túl messze rakni a virágokat egymástól, vagy a kaptárt, jó helyre kell tenni az ümit, és így tovább. Egy nagyon klassz kis alkalmazás, ez a robot mentő akció. Van hozzá a zene, is, megpróbálok lekapcsolni. Mindjárt. Ezt a robotkát kell eljuttatni az űrbe, méghozzá úgy, innen méghozzá úgy, hogy a innen alulról a parancskártyákat behúzzuk, és elindítjuk a, a parancsort, és mindjárt föl is tud röpülni ez a kis robot. Fölszedi az űrhajó, és el is távozott közülünk. Meg lehet nézni, hogy hány szint van. Nézzétek, csak 5.5-ös az utolsó, illetve ennek is van egy saját tervező pályája, ahol itt lehet a gyereknek saját pályát tervezni. Nem egyszerű dolog. A negyedik, amit szeretnék mutatni nektek, ez biztos sokan ismeritek, ez a Blockly Play Games játék. Az első az arra való, hogy megtanítson összefűzni különböző dolgokat. Például ide kell betenni a macska képét, ki kell választani hozzá tulajdonságot. Van neki bajusza és szörméje. Sőt, még azt is ki kell választani, hogy hány lába van. Utána le, le, le lehet ellenőrizni. Hát, 12 blokk rossz helyre került, mert nem csináltam végig a játékot. Nagyon klassz, és egyre nehezednek a pályák. Van labirintus, van uh, különböző uh, madár... A fészekhez szeretne repülni, itt már fokokat lehet programozni, és mindenféle klassz dolog van. Kezdőknek is ajánlom itt ezt az első kettőt. No, azt hiszem, hogy mindent megmutattam, amit szerettem volna. Most még mindjárt visszatérek egy kicsit a. a... Jó, visszatérnék egy kicsit ehhez a word -höz. Itt vannak ezek a linkek, amiket mutattam. Van benne például ez a Lightbot alkalmazás, ez a kódolás órájára készül, telefonon, tableten nagyon klasszul használható ö, játék. Nekem, nálam nagyon szeretik a gyerekek. És ez a code.org oldal, amit még ajánlok, innen az élő linkekről oda tudtok jutni, ami egészen az alapszintekről indít, nagyon egyszerű feladatokkal, és ö, egész magas szintek igen lehet jutni a gyerekekkel. Hát én be is fejeztem, még van 10 perc, de hát ha jönnek kérdések, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem minden érthető és hallható volt, és hogyha többet szeretnétek tudni, akkor ezeken az elérhetőségeken elértek.